A meghallgatások célja az, hogy minél több tehetséges embert találjunk ebbe az országba, és a következő 5 évre olyan társulatot tudjunk szervezni ebbe a színházba Forgács Péter igazgatóság alatt, ami azt gondolom, hogy elkerülhetetlen ma már a minőségre rámenni, és olyan embereket keresni valóban, akik jól énekelnek, jól táncolnak és érvényesen tudnak prózát mondani. Ez a meghallgatás célja egyébként, hogy embereket keressünk, akik itt a későbbiekben játszani fognak. Kisebb-nagyobb szerepeket. Szükség van valamilyen előképzettségre a meghallgatásra való jelentkezéshez? Láttam én már olyat, aki az életében nem volt énektanárnál, és eszement jól énekelt. Láttam olyat is, aki egész életét énektanárnál töltötte, és aztán az ember 2 perc múlva leállítja, és azt mondja, hogy köszönöm szépen. A művészet az a tehetség kérdése. Vagy valaki úgy születik, hogy tehetséges, vagy nem. Persze lehet, hogy nyilvánvalóan el kell menni énektanárhoz, és lehet csiszolni, és kikristályosítani azokat a dolgokat, amik vannak, de nem igazából kell előképzettség, nem árt, és jó, hogyha van. Tehát jó, hogyha van, de ez nem kikötés egyébként. Rengeteg olyan fiatalt lehet felfedezni, akinek ma még nincs előképzettsége, de nagyon tehetséges, akár énekben, prózában, vagy akár táncban is. Hányan jelentkeztek a meghallgatásokra? 3 napra összesen 170-en, ami szerintem egy iszonyú nagy szám. Egy iszonyú nagy szám, és én nagyon boldog vagyok attól, hogy ennyire jelentkeztek, és ennyire sokan akarnak dolgozni. Ugye a színházak egyetem a Magyarországon nem túlzottan rózsás. Inkább lefele építik a társulatokat, mint fölfele. Úgyhogy mindenki megy, mindenki végre beindult azt, hogy meg akarja mutatni magát. Semmi vesztenivalója nincs senkinek ugyanis. Hogyha eljön. Aki tud énekelni, az eljön, énekel egyet, és ha szerencséje van, akkor következő évben már dolgozik. Aki nem énekel úgy, az annak talán el tudja mondani az ember, hogy menjen még tovább, és még tanuljon, vagy képezze magát. És aztán persze van olyan, akinél legszívesebben azt mondanám az ember, hogy keresen magának egy másik szakmát. De én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ilyen nagyon sokan eljöttek. És érdekli őket a Győri Színház, ez egy nagyon fontos dolog, hát mindenki tudja a terveket, hogy mit szeretne a Péter játszani, miket szeretne, és én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy sok zenés lesz a színházban, jó minőségű zenéseket szeretnénk, és erre tartunk igazából most meghallgatást. Mi a következő lépés, akiket beválogatnak, azoknak milyen szerep jut? Ez egy nyílt általános meghallgatás. Itt nem szerepekre keresünk egyelőre. Ugye megvannak azok a musicalek vagy operettek, amiket szeretnénk az elkövetkezendő 5 évben játszani, tehát van elgondolásunk. De én azt gondolom, hogy tehát elsődleges az, hogy mi ezt most mindent rögzítünk videóra. És amikor oda kerülünk a darab elé, hogy azt nekünk meg kell majd csinálni, akkor egész egyszerűen csak ezt elővesszük, és azt mondjuk, hogy ő alkalmas, nagyon jól teljesített, de még jól is mondott prózát, de még meg is tud mozdulni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy későbbi munka lehetőség, ez az egész meghallgatás. Eznek nyilván nem holnap lesz az eredménye, ugye most mutatjuk be a Vörös Pimpernet, amit már próbálunk, tehát erre már nincs meghallgatás. De én azt gondolom, az évad további darabjaiban lesznek olyan helyek, amikor fogjuk ezeket az embereket használni, és ez külföldön is így van, Németországtól Angliáig mindenhol vannak általános meghallgatások, ahol felfedeznek embereket, és amiket aztán később átirányítanak bizonyos darabokra majd.